termék. A termékek legjobb szakemberei a siklóernyősök. Náluk pedig talán csak a madarak jobbak. Milyen ösztönös biztonsággal használják ki a madarak a termékeket? Semmilyen műszer nem kell nekik. Persze vannak olyan madarak, amelyek műszerrel repülnek, de ezek inkább az embert segítik. Az ELTE biológiai fizika tanszékén végeztünk egy kutatást Vicsek Tamás vezetésével, aminek a célja az volt, hogy madarak és emberek siklórepülését összehasonlítsuk. Azt néztük, hogy az emberi pilóták, illetve a madarak mennyire hasonló repülési stratégiát használnak, mik a paraméterei ennek a vitorlázó repülésnek. A magunkért tudjuk rögzíteni, de nagyon szerettük volna látni, hogy mit repül egy sólyom, és ez így itt látszik, hogy felvettük. Hát ez egy sólyomnak körülbelül egy hónapig rögzítettük a repülését, de ez, ami itt látszik, ez az egy napi repülése. Tízszeres gyorsításban látjuk a repülést, a színek pedig a magasságot jelölik. Kék, ha süllyed, és narancssárgás, ha emelkedik. Az útvonal egy másodperces adatok alapján készült. Ehhez persze különleges műszer kellett. Kisméretű GPS-t raktuk össze a tanszéken direkt azért, hogy elbírja a madár, illetve beszereztük azokat a pántokat, amik nem sértik a madarat, tehát ilyen teflon szálas anyagot használtunk, ami elől így a begyénél kereszteződik, és hátul, mint egy ilyen kis hátizsákot is kereszteződik, ott van a GPS fölrögzítve. Ez volt az a GPS, amit a madárra, hátára rögzítettünk, egy speciális szíj segítségével, ami nem okoz gondot a repülésbe, és a madár tömegének az 5-7%-át teszi ki, tehát így nem is nehéz annyira. Gyorsan gyűltek az adatok a madarakról, és persze az emberi repülésekről egyaránt. Ez alapján kezdődhetett meg az elemzés. Itt a bal oldalon látszik, hogy termékekben emelkedik fölfelé egy ilyen helix alakban. Emelkedik és utána elsiklik. Itt pedig a másik oldalon azt szemlélteti az ábra, hogyha egy pontból elindul egy siklórepülő, és különböző siklási szöget választ, akkor milyen a vízszintes, illetve a függőleges megtett távolság, illetve a sebességek. Van egy optimális stratégia, ami szerint érdemes termékelni, tehát minél jobban, minél gyorsabban emel egy termék, annál inkább megéri gyorsabb sebességgel megközelíteni a következő terméket, még annak az árán is, hogy ekkor jóval többet süllyed a vitorlázó, de a nagyobb emelés miatt ezt visszanyeri. Ez az elmélet McCready nevéhez fűződik, aki a távrepülést optimalizációs problémaként kezelte, s eredményeinek felhasználásával versenyt is nyert pilótaként. De hogyan lehet az emberi szem számára láthatatlan termékeket észrevenni és a legjobban kihasználni? Ehhez nem árt, ha a kutató maga is gyakorlott pilóta. Úgy, mint Ákos Zsuzsa, akinek nem csak a fizika, hanem a siklóernyőzés is kedvenc időtöltése. Számunkra van egy kifejlesztett műszer, ez a variométernek hívják. Ez nyomásváltozás alapján érzékeli, hogy most emelkedünk vagy süllyedünk. Lehet enélkül is repülni és lehet emelkedni, csak sokkal nehezebb. Tehát azt az ember úgy megérzi, amikor repül és belerepül egy termékbe, hogy ez megemeli. És akkor rá is azt is érzem, hogy körülbelül hogy emelt meg. Tehát, na ez az, amikor a nyomást érzékeli és egy hanggal jelzi, illetve ki is írja, hogy mennyivel emelkedünk, vagy nem. Ezt megmutatom még egyszer akkor. Tehát ez körülbelül ilyen hangja van. Az a lényeg, hogy ahogy belemegyünk a termékbe, azt érezzük, hogy most belementünk és megemelt, de ahogy folyamatosan emelkedünk benne, utána egy kicsit mondjuk gyengébb lesz, akkor nem tudom, hogy most süllyedni kezdtem, vagy csak kevésbé emelkedem. Tehát ehhez számunkra nélkülözhetetlen egy ilyen műszer. Egy jellegzetes különbség mégis van. A madarak többször változtatják a körüljárás irányát. Valószínűleg így jobban megtalálják a termék közepét, az erősebb feláramlást. De mit mutatnak a McCready elvet vizsgáló összehasonlító adatok? Azt találtuk, hogy a madarak és az emberek
körülbelül ugyanolyan jól teljesítik ezt az optimális szabályt, tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy döntetlen ebben a versenyben. De azért a repülés mesterei még mindig a madarak. Amit az ember számol, mér, levezet, ők ösztönösen tudják. És amikor a siklóernyősnek nincs más lehetősége, csak a landolás, ők néhány száncsapással bármikor tovább repülnek.